nehéz nagyon a mai videóba belevágni, mert egy olyan dologról akarok nektek beszélni, amit nagyon átgondoltam, hogy elmondjak nektek, hogy ne sértsek megint becsületet, de közben, amiről beszélni fogok, az megint csak egy becsületsértés, nem egy lépésbe, meg szerintem legalábbis felháborító, de ezt már mindenki eldönti magának. Hello zusammen! A mai videóban engedjétek meg, hogy meséljek nektek a próbamunkámról, ami abban merül ki, hogy jelentkeztem egy műhelybe szerelőnek. Képzeljétek el, fölhívtak, menjek be egy elbeszélgetésre, vigyem be még egyszer, hogy az önéletrajzot kinyomtatva. Elbeszélgettünk, minden tök jó alakult. Mondja a kisfőnök, hogy rendben, akkor egy próbanapot iktassunk már be, és akkor megnézik, hogy legalább egy féket ki tudok-e cserélni, vagy olajat, szűrőt, ilyesmiket. Mondom, rendben, semmi gond nincs ebből, nekem is meg kell ugye néznem a céget, ahol dolgozni szeretnék. Nem csak így vaktában rámondani, jó, persze, oké, és akkor kezdjük, mehet a dolog, hanem azért ugye számít az, hogy hol van helyileg ez a műhely, milyen a légkör, milyen a főnökség. Úgy az első benyomások ugye nagyon fontosak, ezt tudjuk. Annyit... Fú, nagyon nehéz erről beszélni. Főzöm az ablakot, mert nagyon, nagyon hangosak vagyunk. Annyit tudni kell, hogy ez nem egy sima műhely. Úgy értem, hogy ez egy... Hú, de káz kimondani. Márka szervíz. Méghozzá két fő márkával foglalkozó szervíz. Nem akarok márkát mondani véletlenül se. Gondoljátok, hogy milyen autókhoz volt már közöm, akkor milyen szervíz lehet ez. Nem a kék-fehérek. És úgy voltam vele, hogy mivel úgy is szeretek bütykölgetni, rengeteget tanultam Jenőtől, amit nagyon szépen köszönök neki. Én mindig is mondtam neki, hogy aki Jenőt tőled nem tud tanulni, mondom, az nem akar. Az ennyire egyszerű. Még videókon keresztül is borzasztóan sokat lehet tanulni, akkor elképzelhetitek, hogy ott mellette mennyi mindent meg lehet tanulni. Gyere, előzzél, nem baj, jönnek szembe, nem baj. És ugye úgy voltam vele, ha már úgyis márka szerviz, volt is ilyen autóhoz közöm, nem is egyszer, szeretem is a márkát, akkor miért ne? Nem lehet annyira ördöngösség az egész. Ugye mindenhez hivatalos szoftver van, program van, amit lehet használni, bárminek a cikkszámát beírod a kompjúterbe, akkor robbantott tábra, nyomatékok, hogy szed ki az utolsó csavart is, tehát minden nagyon precízen, tehát nem tudsz elakadni ugye a javításban, és úgy voltam vele, hogy hát akkor belevágunk, most mi baj lehet, annál biztos jobb, ahol most vagyok, mert ugye autókkal foglalkoznék, nem pedig darukkal, amiben nincsen gond, csak az autók jobban az én világom, meg ugye maga a kozmetika, amiért élek, halok és nagyon szeretem ugye csinálni, hogy gyönyörű szépé varázsolni az autókat. De ha már legalább egy műhelyben tudnék dolgozni, egy az, hogy autók közelében lennék, megint, meg ugye rengeteget tanulhatnék. Megbeszéltünk egy próbanapot. Nárugodjatok, hogy ilyen lassan, vontatottan beszélek, viszont olyan dolgokat láttam, éltem át, hogy borzasztó. Megvan a próbanap. Izgultam, ugye, mint ahogy szoktam mondani, mint amikor először voltam férfival, edzeni. Kaptam az e-mailt, hogy sok szeretettel várnak, munkaruhában, munkavédelmi cipőben. Természetesen, mert ugye anélkül ugye nem léphetsz be a munkaterületre, mert hogyha bármilyen probléma történik, akkor így ők is be vannak biztosítva, meg én is. A megbeszélt időpont az 8 óra 30 volt reggel. Ugye mivel izgultam, meg örültem is, odaértem 8 óra 9-10 körül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy műhely, egy márkaszervíz, eladó térrel, irodával, ahol természetesen
a márkához tartozó, mindent tudsz venni, de szó szerint az utolsó csavartól kezdve a hűtő, fűtő, alumínium, poharakig, de minden szó szerint. Tehát eladó tér, plusz ugye kiállító szalon, és akkor úgy egy műhely, és természetesen, ami elmaradhatatlan, az összes német márka szervízben, de Magyarországon is, mert ott is dolgoztam már Magyarországon egy nagyon neves kereskedés láncolatnál, és ott is láttam, hogy mik történnek, és ugye egy gépi autómosó tartozik hozzá, hogy az ügyfeleik autóit gyönyörű szépen össze lehessen karcolászni. Ezt a BMW-s meg elengedem már magam mögül, meg gondolom a haverja előzött rám, és végig a seggemben van, az 50-es táblánál, úgyhogy teli van ez az útszakasz trafipaxszal. Nyomjad neki! Inkább elengedtem, azt aki nyugodtság van. Mert azért zavart, hogy láttam, hogy itt van mögöttem folyamatosan. Megérkezvén, csak hogy tisztán lássatok a képet, hogy hogy nézett ki ez az objektum. Megérkeztem, bementem, bemutatkoztam, mondtam, hogy jöttem a próba napra. Kijött a műhely főnök. Igen. Mint műhely főnököt, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én úgy tudnám elképzelni, mint mondjuk a Jenőt. Nem egy 20-30 pár éves ember, hanem mondjuk, mint a Jenő, egy 40-es évei vége felé járó szaki, aki tényleg már sok mindent látott, rengeteg tapasztalata van, akármit kérdezel, szinte tud rá válaszolni. Nekem ilyen kép van egy műhely vezetőről, vagy egy verkstát főnökről, amikor ugye erre gondolok. És kijött egy, most már tudom, akkor nem tudtam, egy velem egyidős srác, már is vagyok mondjuk srác, férfi, nagy vörös szakál, szemüveg, gölődin kopasz fej, lapos keppi rajta, ugye sapka, mint amilyen nekem szokott lenni, már most amúgy nekem is be kell szerezni. Rögtön szimpatikusnak talált, ugye vörös szakállam van, kopaszon hordom a hajamat, és hát hajnék, ugye levágva van a hajam. Ha még sapka is lett volna rólam, szerint rajtam, szerintem elhívott volna randizni. És akkor rögtön az, hogy mennyi idős vagyok? Mondom, 33. Hú, az nagyon jó, végre! Végre egy idősebb valaki. Már mondom, mentem, te mennyi idős vagy? Hát ő is 33, egy idős vagyok vele. Oké. Okay. Már ez is egyébként egy furcsa dolog, hogy egy műhelyben nálam mindenki csak fiatalabb. Majd megértitek mindjárt, hogy miért. Bemegyünk a műhelybe, körbe mutogatja. Látom, hogy három ilyen 18 és 20, mondtam én, három év közötti srác dolgozgat. Mondja nekem nagy büszkén a műhely vezető, hogy hát mind a három az ő acubia, tehát tanulója, miután az iskolát elvégezted, akkor általában ez szakmától függő 2-3 évet dolgoznod kell, mondjuk gyakorlat, mondjuk így magyarul. Gyakorlaton, és akkor utána, hogyha úgy döntöttél, akkor van az, hogy a cég, akinél mint acubi voltál, tehát gyakornok maradsz, mert meg voltál vele elégedve, olyan fizetést ajánlottak, stb. Vagy elmész egy másik céghez. És ez a három srác, ugye az én műhely főnökömnek volt a tanulója, vagy gyakornoka, és akkor maradtak a cégnél. És én néztem, hogy mondom, mint valami középsuliba mennék be. Hát mondom, hol vannak a szerelők, mondom, aki nem tanuló, mert a háromból egy pont aznap végzett a gyakornoksággal. Mondta, hogy hát ők vannak így hárman, meg ő maga. Uh-huh. Ez már mondjuk elég furcsa, főleg az, hogy azonnal lehetne kezdeni egyébként a munkahelyen. Az megint elárul valamit egy munkahelyről, hogyha te oda mész, és azonnal fel akarnak venni, mert szerintem legalábbis, de mindenki azt gondolom, amit akar, egy jó munkahelyre maximum kihalásos alapon lehet bejutni. Mert a jó munkahelyen nincs hely, nincs szabad munkahely. Mert ha valami jó, azt az emberek megbecsülik, és nem úgy van, hogy oda mész, hogy jelentkezik, akkor gyere, fölveszlek. Nem, ez nem így működik. Szerintem, de mindenki ugye azt gondol, amit akar. Ugye furcsa volt ez a dolog nekem, viszont annyit hozzá kell tennem, hogy tényleg a műhely vezető, az nagyon, nagyon normális volt,
ebben a szituációban, aztán ki tudná, vagy ki tudja, hogyha elkezdenék ott dolgozni, akkor végül is milyen lenne, mert ugye hát lakva ismerszik az ember, ismerszik meg az ember, ugye ezt szokták mondani. Mondja, hogy jó, akkor keres nekem valami próba munkát, és akkor azt csináljam meg, utána ad majd még egyszer valamit. Mondom, persze, hát mondom, adjat, hát mondom, megcsinálom, nincs ezzel gond. Nézi, azt mondja, na, akkor egy kerék csere, tehát gumit kéne cserélni, leszerelni az autóról ugye a felnit, leszedni róla a gumikat, rátenni az ujjakat, kisúlyozni, és akkor visszaszerelni az autóra. Mondom, az jó, mert mondom, pont gumival még nem foglalkoztam, ugye még sose szereltem gumit. De mondom, figyelj, egyszer megmutatod, mondom, megcsinálom utánad. Megmutatta, onnantól mind a három kereket megcsináltam, nem is volt a legond, visszaraktam az autóra. Ekkor még úgy nem kapizsgáltam, hogy mi lehet a gond, vagy a probléma, azon kívül, hogy szinte az eladótér teljesen üres volt, amit nem értek, hogy hogyan egy autókereskedésbe, nem volt berendezve, nem voltak a fények fölkapcsolva, nem voltak hirdetőtáblák, tehát nem úgy nézett ki, mint egy rendes szalon, ami ahova bemész és látod, hogy az autók ki vannak állítva, többfajta típus annak a márkának, hirdetőtáblák, hogy mitől megjelent az új Tiguan, vagy bármi, egyébként most tényleg megjelent az új Tiguan. Meg olyan síri hangulat van. Ugye ilyenkor még úgy nem tűnt föl semmi ebben a szituációban. Mondja, hogy jó, akkor utána egy fékcserét kell csinálni. Na, mondom, tök jó, mondom, már végre valami nem a gumikkal kell foglalkozni. És akkor mondja, hogy menjek oda a másik kollégához, a Janihoz. Jani? Mondom, miért, magyar? Nem, csak nem tudják a nevét kimondani, mert görög. És ilyen I-O-N-E, nem tudom mi a neve, és akkor Janinak hívják egyszerűen. Mondom, az vicces, mert egyébként az egy magyar név, a Jani. Oda megyek hozzá, ő is ennél a cégnél volt acubi, ugye gyakornok, és most 4 éve van a cégnél. Mondja, hogy cserélünk akkor féket egy... Jaj, nem szabad a nevét kimondani a típusnak. Egy olyasmi méretű autón, mint a Golf. Csak nem Golf volt. Féket fogunk cserélni. Na, mondom, tök jó. Beáll minden. Fölemelés előtt le kellett ellenőrizni mindent az autón. A lámpáktól kezdve az első segélydobozig, ez a... Ugye már nincsenek pótkerekek az autóba, a pótkerék helyén lévő habot, amivel fel tudod fújni a kereket, hogyha defekted van, azt le kellett ellenőrizni. Mindent, a hűtővíznek, hogy milyen állapotban, meg ilyen dolgok. Mert ugye nem csak fékcserére jött az autó, hanem inspekcióra, tehát egy úgymond olaj plusz szűrők cserére. És ez elméletileg benne van abba az időbe, vagy benne van ebbe a szolgáltatásban, hogy ezeket ellenőrizni kell. Itt még nem kérdeztem rá semmire. Fékcsere. Lekapja a kereket, azt mondja, nézze meg, hogy csinálja. Hát nem azért, hogy elszálljak magamtól, ti is tudjátok, hogy nincsen nagy rutinom. Mondom, azért féket ki tudok cserélni, főleg egy ilyen 8 éves autón. Nem egy Porsche GT3-ról volt szó. Mondom neki, adjál már valami szerszámot, mondom, azt hadd csináljam el, mondom, megesz a fene, hogy itt állok melletted. Ja, jó, hát akkor csináljam, hogyha van kedve. Hát mondom, azért vagyok itt. És akkor szépen szedem le a kereket, féknyerget, ugye a csúszkákat, mindent szépen szedek ki. Erre már hallom, hogy dír-dúr csicsat, már rakja is vissza a kereket az ő oldalán. Átnézek, mondom, már kész vagy. Ajajaj, megy hátra. Hát mondom, várjál már. Hát mondom, hogy vagy ilyen gyorsan kész? Mondom, menesztőtárcsát főtakarítottad? Nem. Mondom, nem. Hát mondom, bazd meg, hát a rozsdás, hát alig jött le a féktárcsa, amit egyébként hozzá kell tennem, hogy kalapáccsa veltre rólóra, mint a disznó, amivel úgy igazából annyira nincs is probléma, mert hogyha annyira alá van korrodálva, és egyszer nem tudod, hogy leszedni, muszáj kalapáccsa rásegíteni. Mondjuk én akkor se fém kalapáccsa verném ott a féktárcsát, hanem gumikalapáccsa, de oké. Okay. Leszedtem ugye a féktárcsát, féknyerget, ami ennél a modellnél ugye nagyon könnyű volt. Mondom neki, hogy adjam egy csiszoló korongot vagy valamit, ugye drótkorongot, amivel megtisztítom a menesztőtárcsát.
megmondom a csavarokat, a kerékcsavarokat. Azt mondja, kerékcsavarokat nem kell tisztítani, azt mondja, a menesztőtárcsa mennyire rozsdás. Hát mondom, bazeket, kalapáccsal vertük le, hát láttad a te oldal, és mondom, adj már valamit, hogy megtisztítsam, hát mondom, én így fő nem rakom. Hát rászad tőle a kerék, mert ugye, ha a menesztőtárcsa túlságosan rozsdás, vagy bármilyen szennyeződés, vagy olyan dolog van rajta, ami miatt a féktárcsa nem tud 100%-ban rá illeszkedni párhuzamosan, akkor már el fog állni a féktárcsa, ugye a menesztőtárcsától, és rázni fog az autó, főleg fékezéskor. Azt mondja, jó van, hát ők nem szokták főtakarítani, de ott van a levegős drótkorong. Jó, nekiállok dolgozni, ez hagyján, hogy le volt élve a drótkorong, meg maga a gép is, amivel dolgozni kellett, mint a Lenin TS. Megtakarítom minden, főrakom, mondom, fújjunk már valamit a maga a menesztő tárcsa, meg a fék tárcsa közé. Nem kell, ők nem szoktak. Jó van. Főrakom a féktárcsát az új központosító csavarra. Mondom, nyomaték? Nem kell nyomaték. Azt úgy érzésre húzzam le. Hát mondom, tudom, én is érzésre szoktam, de mondom, van-e valami kimondott ablauf, tehát ilyen folyamat vagy rendszer, mert mondom, na az legyen, hogy véletlenül én meghúzom csak érzésre, de közben nyomatékra kellett volna húzni. Nem kell. Mondom, igaz. Mondom, az jó. Ugye, raktam új fékbetéteket a féknyerekbe, kivettem a csúszkákat, volt rajta ilyen gumimaradvány, meg hát már nem volt rajta elég megfelelő zsír, nem jól járt ugye a féknyerekbe, mondom a kollégának, mondom, adj már valami akus behajtót, mondom, belefogom ugye magát a csúszkát, egy csiszolópapír, megtakarítom, finom csiszolópapírra persze, utána megzsírozom, berakom a helyre, és akkor nagyon babán fog járni. Nem kell, hát ez még jár benne, de mondom, már most majdnem szorul. Mondom, ezzel még elmennek egy kicsit, mondom, szorulni fog a fék. Nem kell, dobjam össze. Márka szerviz, csak szólok. Még mindig, hogy nem felejtsük el. Mondom, jó van. Összerakom. Mondom, legalább akkor nyomatékra húzzuk le a csúszkát, mert ugye azt meg kell húzni, azt tartja ugye a féknyerget. Meg 35 Nm. Na, mondom, legalább valamit Nm-re húzunk le. Lehúzom. Mondom neki, hol van a satupad, mert mondom, a kerékcsavarokat meg szeretném tisztítani, mert borzasztóan olyan rozsdás volt, mint az állat. Mondom, ez így nem igazán jó, meg mondom, kellene, mondom, vagy részpaszta, vagy mondom, kerámiapasz, vagy valamit, amit tegyünk rá. Ők nem szoktak rátenni. Oké, tudom, hogy köztetek is van olyan, aki arra esküszik, hogy semmit nem tesz a kerékcsavarra, de van, aki olyan, mint én, hogy tesz rá. És ezért akartam rátenni. Nem kell megtisztítani, nem kell rá semmi kenőanyag, hanem fogjam, azt hajtsam bele. Jó. Beletekerem. Kérdezem, mondom, nyomatékkulcs az azért van. Van, de nem kell nyomatékkulcs, hanem hajtsam bele levegős... mi ez? Levegős ütvecsavarozóval. Hát mondom, ilyen nincs a földön se. Belehajtottam kézzel, miután leengedtük, miután a hátteres készültem, mondom, én nem izélek vele, mondom, hogy szépen majd nyomatékra lehúzom. Ugye én úgy szoktam csinálni, hogy a személyi autóknál 140 Nm-ra húzom a kerekeket, a nagyobb terepjáróknál X5, Q7, vagy ML Mercedes, vagy bármi ilyesmi, azoknál meg 160 Nm. Kérdezem ott a kollégákat, mondom, ti mennyire szoktátok lehúzni, mert mondom, a Jani azt mondta, hogy nem kell lehúzni. Az egyik azt mondja 120, a másik 130. Azt mondja, mindenki másképp csinálja, húzom, ahogy gondolom. Mondom, jó van? Mondom, lehúzom 140-re rendesen a kerekeket, miután le volt engedve. De vissza. Megyek hátra. Ugye minden alkatrészt, a kis alkatrészesből egy külön ember kikészít nekünk, cetlivel 600 millió papír kinyomtatva, kipipálva, hogy átvettük, vagy ilyen, gondolom a lopások miatt, vagy nem tudom mi miatt lehet ez, nem úgy volt, csak bemész, ezt kiveszed magadnak ugye az alkatrészt, ami kell, nem ki volt készítve. Elmegyek hátra, leveszem a rögzítőt, leveszem a két csavart, kioldom, leveszem a féknyerget, féknyerek tartó ott marad. Kilazítottam a központosító csavart, és hál' Istennek a hátulja nem volt úgy összeroldva, gyönyörű szépen eljött a féktárcsa.
És pont, ugye mivel el volt már kopva, kibújt úgy, hogy nem kellett a féknyerget egyelőre levenni. Mondom a Janinak, mondom a hátsó fékhez is megvannak, mondom a féktárcsa, minden, meg. Megyek oda, a féktárcsán, magán a fogó felületen van egy ilyen 2 centis, 5 centis matrica, márkajelzés, stb. Eredeti gyári. Erre fogja, és egy Z alakba meghajtott vésővel elkezdi letolni a matricát a féktárcsáról. Nézek rá, mondom, ember, hát összekarcolod, mondom, a tárcsát, meg mondom, ez nem jön, megsérül. Ah, nem számít, nem számít, ők mindig így szokták. Mondom, de legalább a ragasztó maradékot, ami rajta van, mondom, azt leszeditek? Ah, nem kell, nem lesz tőle baja. Mondom, jó, próbanap, tök mindegy, most hiába kezdek el ott pattogni, semmi értelme. Megyek oda, venném le a féknyerget, mert ugye az új tárcsa, vastag tárcsa nem fér mögé. Van olyan egyébként olyan autó, aminél be lehet játszani, hogy befér anélkül, hogy megsérülne, vagy elgörbülne, vagy deformálodna bármi is a féktárcsa, de ennél nem. Mondom neki, adjál már, légy szíves, racsnit, meg olyan fejet, amivel le tudom szedni, mert mondom, a te szerszámos ládád, nem szívesen nyúlok bele, én se szeretem az enyémben nyúlkának. Aha, nem kell levenni. Mondom, nem fér be a féktárcsa. Hát, de nem kell levenni, mert össze van korrodálva, majd ő mindjárt berakja. Hát, mondom, hogy sem, azt megnézem, hogy berakod. Fogja. Befeszíti a tárcsát a kerékagy és a féktartó közé. Mondom neki, ezt mondtam, hogy nem fér be. Már alapból össze volt egyébként oldal, amit mondtam most nektek karcolva a tárcsa, hogy levett a matricát, ragasztó rajta úgy, ahogy kell, rajta agyva. Nem fér be, feszegeti, ütögeti kézzel, nem megy. Na mondom, ugye egyszerűbb lett volna már rég levenni a féknyeregtartót, az kész. Ó, nincsen gond. Fogja, elkezdi kocogtatni kalapáccsal. Mondom, ember, ott. Mondom, behányt az agyad vagy? Mondom, mi van veled? Hát, és láttam, ahogy a féknyereg tartóban ugye szépen feszül be a tárcsa, karcolja össze, nagyon jót tesz neki. Mondom, vegyük már azt a... Nem kell. Rátesz egy nagyobb bizét, ruhadarabot, ugye, amit ilyen műhelyekben szoktak használni, olajat törölni, vagy bármi. Ráteszi, azt elkezdi kalapáccsal beverni a helyére a tárcsát. Bement, nem erről van szó. Mondom, bazeg, ilyen nincsen, és ez egy márka szerviz. Azért ezt nem gondolnám én, mint laikus, hogy egy márka szervizbe így bánnak az autóddal, főleg ilyen órabérek mellett. Mondom neki, jó, mondom, főpucolom, mondom a féknyeregtartót, meg mondom, ahova a fékbetétek ugye mennek. Beleraktuk a fékbetéteket, ugyanúgy kenés, sírzás, minden nélkül. Visszaraktam a féknyerget, hál' Istennek, ott is ugye 35 Nm-re lehúztuk, összeraktuk. Mondom, ilyen nincs a fődön se, komolyan. Mondom, egy márka szerviz, mondom, így bánnak az autóval. És most már értem, hogy ti miért mondtátok azt, vagy mondjátok mindig azt, hogy amikor én szerelek, túlságosan precíz vagyok, túlságosan megtakarítok mindent. Volt olyan néző, aki írta, és nem értettem eddig, hogy miért, hogy így, ahogy én csinálom, a nagy szervizekbe se csinálják meg. Most már értem. És ugye a fékjavítás után olajcsere. Láttam már ilyet, nem az a meglepő, nem az olajcsere maga a meglepő, vagy azzal van a gond. Kérdezem, milyen olaj kell a kis 1.6-os benzinesbe? Long life. Mondom, értem, de mondom, milyen? 5W30, 5W40, 10W40, tök mindegy, mi? Mert ugye az autóban volt 46.000 kilométer, vagy 48.000 kilométer. Minden autónak megvan, hogy pontosan milyen olajat szabad beletenni a PDTD-be, egy 540i-be se raksz ugyanazt az olajat, amit mondjuk ebbe a lupóba. És akkor mondja, hogy hát ők ilyen nagy tartályba kapják az olajat, ott a falon, mint az Audinál, hogy régen dolgoztam, ott van a kis
úgy néz ki, ugyanúgy, mint az üzemanyag töltőállomásokon, ugye maga, amivel tölti az üzemanyagot, a pisztoly, és akkor ugye azzal kell bele tölteni, van rajta egy számláló, természetesen azt is számlálja, hogy aznap mennyit töltöttél ki belőle, meg külön mutatja, hogy éppen az adott töltésnél mennyit töltöttél az autóba, és akkor így tudod ellenőrizni, nem úgy, mint mondjuk te megveszel 5 liter olajat, és akkor 4,5 kell a kocsiba, és akkor öntögeted, közben ellenőrzöd. Mondom, oké, de mondom, akkor most minden autóba ugyanez az olaj megy. Aha. Mondom, mindegy, hogy a benzines autó mekkora motorral szerelt, milyen teljesítményű, bármi, vagy mondom, dízelautó, teljesen mindegy, ugyanez az olaj megy bele. Aha. Mondom, az igen? De legalább szűrőt cseréltünk. Kicseréljük a szűrőt. Persze az autó nem volt ugye üzemmeleg. Ezt csak azoknak mondom, akik nem tudják, de valószínűleg ti tudjátok, mivel nézitek a csatornát, meg autós tartalmakat szoktatok nézni, hogy motorolajat lehetőleg üzemmeleg állapotban, vagy minél melegebb állapotban kell cserélni, hogy az olajnak az olaj mindenhonnan ki tudjon folyni, mivel ugye a hideg olaj nem olyan könnyen távolodik el, vagy jön ki a motorból, folyik ki, mint mondjuk az üzemmeleg olaj. Mondom, oké, tök mindegy, nem kéne elvinni egy próbakörre gyorsan, benzines, 1 kilométer után üzemmeleg le lehet engedni az olajat. 48 000 volt az autóba, engedjük le az olajat, igazi, büdös, kormos, benzinturbós motor volt egyébként, 1.6 turbó, kormos, büdös, habzott az olaj benne. Mondom, ez az autó, mondom, ez mindig itt van szervizelve. Á, igen, igen, flotta autó. Mondom, ez hanyadik olajcseréje? Az első. Mondom, az jó, akkor 48 000-nél kapta az első olajcserét az autó. Igen. Hát hogy? Hát long life olaj, 30 000 kilométert lehet vele ugye elmenni, és van olyan ügyfél, aki úgy gondolja, hogy ha 30 000 van megadva, akkor az egy biztonsági határ, tehát még egy kicsit el tudnak vele menni. Mondom, te jó Isten! Mondom, hogy? Mondom, én maximum 8 000, nagyon max 10 000-enként, de inkább 8 000-enként lecserélem az olajat. Mondom, nem 30 000-enként, tehát nincs az a long life olaj, ami 30 000 kilométert kibír, főleg nem a benzinturbó vagy a dízelturbós autóknál. Ugye ezt már Jenő elmagyarázta sokszor, hogy a gyűrű mellett le tud menni a kompresszió, maga ugye a turbó miatt generált nagyobb töltő levegőnyomás, főleg, hogyha el is kopik a motor, mivel nem cserész benne megfelelő időnként rendszeresen olajat, vagy nem jó olajat teszel bele, meg nem is rendszeresen, elkopik a gyűrű, akár a hüvely, és ugye maga a levegő, a kormos levegő le tud menni a gyűrű mellett, elhasználódik az olaj, ég az olaj, használódik, tehát tönkre megy egyszerűen. És ledöbbentem, hogy az autóba 48 000 kilométer van, és az első olajcseréjét kapja meg. Oké, mindegy, nem is az én dolgom. Mindenki azt csinál az autójával, amit akar, de el tudtam képzelni, hogy milyen lett belül az autónak a motortere. Kicseréltük az olajat, pollenszűrőt, levegőszűrőt, meg az olajszűrőt. Üzemanyagszűrőt nem, mert azt 60 000-nél kell cserélni. 50 000-nél, bocsánat, a gyertyákat meg 60 000 kilométernél. Az ő állításuk szerint. Mondom, oké, mondom, én úgy szoktam, ugye persze, amikor veszek autót, akkor mindent kicserélek, az a biztos. Ugye vezérlés, szűrők, olaj, stb. Oké, az autó elkészült, jött egy nagyon pozitív, tök jó rész, egy nagyon jó rész. Ki kell porszívózni a kocsit, ahol voltunk, mert úgy kell visszaadni, ki kell törölni, ilyenek. Ó, mondom, hát mondom, erre jobb ember nincs a fődőse, mint én. Volt egy ilyen Nilfisk márkájú, nagyon jó kis porszívó, egy ilyen neve nincs, fehér fújós, spriccelős flaska, benne valami zöld anyaggal, kérdezem a srácot, mondom, ez milyen anyag? Hát ezzel szoktuk kitörölni, de mondom, mi van benne? Milyen, mondom, ez a multi interior cleaner, ez a belső átlag tisztító, vagy mondom, mi van benne? Hogy van hígítva, vagy be? Nem tudják. Jó van. Mondom, mikroszálas?
Odad egy olyan szutykos, koszos, retkes, mocskos, évek óta nem látott, mosógépet nem látott, mikroszálast, hogy ez valami borzasztó. Mondom neki, ember, hát mondom, ezzel kell kitörölni az autónak a műanyag részeit? Arra ezzel szokták, de nem nagyon, csak fújjak rá egy kettőt, töröljem ki, meg ilyenek. Nem volt kedvem leállni vele arra vitatkozni, hogy már csináltam autótakarítást. Porszívózás. Átadja a csövet. Mesteresen kikapom a szőnyeget, lerakom magam mellé. Kiporszívózom faszán, tényleg úgy, ahogy kell, tényleg tök jó lett ülés átra. Mellette minden úgy, ilyen hosszú csövet használtunk, befértünk ugye az ülés meg a középkonzol közé. Tök jó lett. Szőnyeget kitakarítottam ott kívül, vissza, pacek. Ő addig kitörölte a műanyag, tehát összetaknyolta a műanyagokat. Átadom vissza neki a csövet, fogja a koszos szőnyeget, főrántja, és muszáj így mondom, bocsánat, felbassza a vezetőülésre, kiporszívózza, nagyjából vissza, 2-3-at húz rajta, az kész. Fogom a fejem, mondom, az egy ember, nem áll. Egy márka szervízbe vagyunk. Egy átlag szervíz sem engedhet meg szerintem magának olyat, hogyha ki szeretné takarítva, vagy ki szeretné takarítani az autót és úgy visszaadni, hogy ilyen tessék-lássék módon kiszippantja és kor kész. Én úgy akarom, hogy vagy csináld meg tényleg nagyon jól, vagy akkor inkább hagyd úgy. Érted? Mert azon szerintem nagyon cinkes, hogy jön az ügyfél, jó az autó, de olyan, ja, kiporszívóztátok, látom, nem sikerült rendesen. Meg össze-vissza van kenve, minden levegővel nem fújták ki a port, semmi. Mondom, oké. Erre van idő. Kiálltunk az autóval. Mondom, jó, mondom, itt csak jön majd, mondom, autót takarítani, vagy mondom, porszívózgatni, meg oda tenni magam. Ez az egész művelet így minden estől 30 percet vett igénybe. A munkára összesen olyan 2 órát kaptunk. Rendesen megrendelőlap, kitöltve, stb. Miket kell megcsinálni, ilyenek. Mondom ennek a Janinak, mondom, figyelj, mondom, oké, most fél óra alatt megcsináltuk ezt az autót, van rá 2 óra. Mondom, a maradék idővel mi van? Nem vagyok naív, tudom. Csak úgy kíváncsi voltam, hogy mit mond, hogy mond, stb. Hát nincs vele semmi, azt az ügyfél kifizeti. Mondom, oké, de mondom, fél óra alatt kész volt a kocsi, mert mondom, kalapáccsal vertük be, mondom, a fékeket, meg összetaknyoltuk a belsejét, mondom, te, mert én azért amennyire bírtam, tényleg még ülést kiszivattam, hát tudjátok, na, ahogy kell. És mondom, ott maradt másfél óra. Hát igen, de az ügyfél kifizeti. Mondom, aha, ja jó, hát persze, hát a műhelynek is meg kell élni egyértelműen. Viszont ugye feltűnt az is, hogy igaz, hogy az autó fékcserére jött és olaj szűrőcserére, de rengeteg mindent leellenőriztünk, ami igazából, ha te elhoznád mondjuk hozzám, de ne hozz, mert én nem csinálok ilyet, olajcserére az autódat, vagy bárkihez, akkor nem hiszem, hogy örülnének, hogyha föl lennének olyanok számlázva, meg számolva, hogy ablakmosó rendszer leellenőrizve, ablakmosó fúvókák leellenőrizve, lámpa leellenőrizve, elsősegélyi doboz leellenőrizve, ez a defekt hub leellenőrizve. És kérdezem a Janit, mondom, de figyelj már, mondom, oké, hogy most mondom, ezeket leellenőrizik, mindent átnézünk, lámpákat, izé, stb., de mondom, ezt az ügyfél kérte? Nem. Mondom, akkor miért csináljuk? Mert mondom, az ügyfél az kifizeti. Hát ki kell neki fizetni, igen, ez föl van számolva időbe, és akkor ugye óra bérbe kiszorozva, blablabla, bla, bla, tudjátok, a Matrixban kap egy nagy számlát. Oké. Okay. De mondom, az ügyfél nem kérte. Igen, de ez benne van az inspekción, tehát a kis szervizbe, igazából fel van tüntetve, hogy mennyi mindent csinálunk az autón. Aha, jó. Én pár nappal korábban egyik kollégámat megkérdeztem, hogy mondom, egy most már nem a legújabb, mert ugye pár napja megjelent a legújabb Tiguan, most már mondhatjuk, hogy egy majdnem teljesen új Tiguanja van, és ugye mivel garancia köteles az autó, szakszervízbe kell, hogy vigye az autót olajcserére, kérdeztem, mondom, mennyibe került az olajcsere? Azt mondja, hát olajat kicserélték, szűrőt, pollenszűrő, levegőszűrőt, benzinszűrőt szerintem nem cseréltek benne. Nem? 650 euró. 650 euró.
Most már tudom, hogy miért, mert minden hülyeséget átellenőrizve, főszámlázzák, stb. Meg el tudom képzelni azt az olajcserét is, hogy hogyan működött. Na mindegy. 10 perc rakták ki a kocsit, számláztak fő 650 eurót. Úgyhogy elgondolkoztam, hogy oké, most megcsináltak a fékcserét, olajcserét, meg ezt a sok ellenőrzés hülyeséget. Azért mondom, hogy hülyeség, nem azért hülyeség, mert hogy átellenőriztük. Persze, biztonságos lesz az autó, nem erről van szó, hanem az, hogy az ügyfél nem kérte. Most te elhozod az autódat, vagy elviszed az autót egy szakszervízbe, vagy egy szervízbe, hogy légy szíves, cseréljetek már olajat, de te tudván tudod, hogy a hátsó égőt ki van égve, meg a hátsó ablaktől lapátod el van szakadva, nem örülné neki, hogy hát figyelj, már átellenőriztük az autódat, ez plusz 50 ezer forint lesz, de az egyik égőd nem ég, meg a hátsó ablaktörő lapátod el van szakadva. Hát tudtad? Ennél nagyobb átverés, pénzlehúzás, nagyon durva, nincs. És akkor gondolom az ügyfélek kifizettettek a fékcserére, meg az olajcserére, mit tudom én, 1500 eurót, vagy még többet. Amit megcsináltuk az egészet, max. Fél óra alatt. Mondom, olyan gyorsan kicseréltük a fékeket, hogy az valami borzasztó. Setakarítás, megtisztítás, bocsánat, megtisztítva ugye mechanikai elemek, zsírzás, semmi. Ez a kalapáccsal szereljük a féket, verjük be a helyére, nem szedjük le a féknyerek tartót, mondom, ember. És ez egy márka szerviz. Jó, kiraktuk az autót. Jön egy másik, ugyancsak flottás autó. Ennek a, hogy mondjam, márkának az egyik olyan, hogy mondjam, autója, amit a márka, maga a gyártó ki tud kölcsönözni az embereknek, ki tudott bérelni. Hát ilyen bérautó jellegű, nagyon sokat használják. Volt benne, nem tudom, 80-hány ezer kilométer, 89 ezer kilométer volt benne, és mondták, hogy baj van az olaj szenzorral, ami maga az olaj hőfokot mutatja, és emiatt ugye az autó, képzeljétek el, egy olyan dolgot csinált, egy családi szedáról van szó, három éves autó, hogy pályán 160-nál, mert a megrendelő lapon benne volt, képzétek el, az autó saját magát lefékezte. Az autópályán 160 km per órás sebességnél, és ugye maga a gyártó írta, hogy ez valószínűleg azért lehet, mert az olaj hőmérséklet szenzor nem jól működik, és ez valamit bezavar az agyának, emiatt az autó saját magát lefékezte. Hál' Istennek, hogy nem történt baleset, meg nem történt tragédia. De hogy miközben lehet mondjuk az olaj hőmérséklet érzékelőnek ahhoz, hogy az autó fékjeit saját magának aktiválja, vagy ne, nem értem. Lényeg, hogy nem történt gond. Oké, persze az olaj szenzor cseréhez le kell engedni a motorolajat, megint fekete, büdös, kormos dízelautó volt. Az olaj habzott, undorító volt. Mondom neki, mondom, legalább olajat akkor rakunk bele? Olajcsere? Á, nem. Nem kérte a, majdnem kimondtam, nem kérte a gyártó. Mondom, oké, de mondom, ezzel az olajjal, mondom, ezt nem kéne visszarakni, mondom, ez vagy még a gyári olaj, ami benne van, vagy mondom, talán egyszer volt cseréve. Nagyon, nagyon durva állapotban volt az olaj. Mondta a Jani, hogy ne haragudjak meg, ő se tud mit csinálni, ha nincs fölírva, nem lehet semmit, egy csavart nem lehet belerakni, mert minden egyes tétel, bármi, amit ellenőrző, fő van számolva, várjatok, volt egy ekkora cserebogár, döglött cserebogár az ablak törlő lapát alatti kis műanyagon a tálcán. Mondom neki viszont, elmondom, hogy házi állat. Fogta, levette, és fölírta a papírra, hogy a nem tudom melyik részét az autónak, van egy speciális megnevezése, takarítás, főszámoltak 20 percet. Komolyan. Azért, hogy azt a kis cserebogarat onnan kivette. És mondta, hogy mindent, amit csinálsz, fel kell írni, hogy tudják, hogy te mit csináltál, azt ki tudják számlázni, és akkor annál jobb ugye magának, a műhelynek. Azt kurva hétszentségét mondom, hogy ilyen van. És így le voltam döbbenve, hogy egy legyen 10 másodperces mozdulaté, 20 perces óradíjat főszámónak. Pászeg, ilyen van. Jó. Olajszenzort kivettük, beraktuk az újat, hál' Istennek nyomatékra lehúzgáltuk a csavarokat, 15 Nm, vissza ugye a környezetvédelmi tárca,
és egyszerűen majd megszakadt a szívem, hogy azt a koszos, szutykos, tényleg lélt olajat raktuk vissza az autóba. És mondta, hogy hát egyszerűen nem tud mit csinálni. Mondom, oké, csak mondom, ezt az autót mondjuk lehet jövő héten, vagy azután, vagy bármikor ugye a gyártó, amikor úgy dönt, eladja, jön egy olyan idióta barom, mint én, vagy akár te neved magadra, hogy na, összespóroltál itt 15 ezer eurót, most veszél egy nagyon szép családi szedán autót, magától a gyártótól, ugye a márka szervíztől, vagy magától ugye a gyártó adja el, mint ugye leasing autó volt, megkímélt állapotban folyamatosan szervizelt márka szervízben, és akkor az első olajcseréné látod, hogy egy ilyen igazi, mint a nem is tudom, mint a fűtőolajat engednél az autó, nem is tudom, mi az fokató, vagy milyen hasonlatot mondjak. És akkor hopp, mikor tönkre megy az autó, akkor megnézed, hogy szét kell bontani az egész motort, az belül meg két újnyi olajsár van benne, elkapva a gyűrűk, a dugattyú, komplett új motor kell bele, vagy teljes motorgenerál gépműjeje, mindenne. És vetted egy márka szervizbe az autót. Tehát, úristen, mondom, hogy ilyen létezik, hogy mondom, egy márka szervizbe, persze pénzből élünk. Nem azért mondom, nem meglepő, hogy az órákkal játszanak, de az, hogy nem is csináljuk meg normálisan azt a munkát, amit az ügyfél megrendelt, plusz még le is húzzuk az ügyfelet, úgy, hogy mondjuk egy napra ki van adva, munkaidőbe kijönne 3 autó megcsinálni, és akkor meg kell csinálni 6-ot, 8-at, 10-et, minél gyorsabban, minél nagyobb profitot termelni. És akkor mondja nekem ez a Jani, hogy mert ugye engem zavart, hogy az ügyfél kifizet 2 órát a fél órás munkára. És akkor mondja, hogy hát igen, de ezzel ugye spórolunk időt, tehát pénzt, mivel az ügyfél így is úgy kifizeti magának a verkstátnak, és akkor ez így tök jó. Mondom, oké, de mondom, értsen, mondom, az ügyfél kifizeti azt az időt is, amit mondom, nem foglalkoztunk az autójával, azt nem is számolva, hogy kalapáccsal szereljük az autóját, nincs zsírzás, takarítás, semmi, tisztítás, ugye. És akkor mondja, hogy jó, hát most figyelj, ez úgy van, hogyha látják, hogy gyorsan dolgozol, mert ez a Jani borzasztó gyors volt, akkor ha te mondjuk bemész és azt mondod, hogy szeretnél 400 eurós béremelést, akkor megnézik, hogy te mennyi idő alatt milyen gyorsan csinálsz meg egy autót, mert ugye minden autóra, minden auftrágra, mindjárt mondom, mi az auftrág, nem jut eszembe magyarul a neve, megrendelő lapra, külön az autónak a száma, a munkaszáma, minden be kell írni stempelni, tehát látják, hogy mondjuk te a lupóra, mert mondjuk csinálsz egy olajcserét, bestempeltél 10-kor, de 10 óra, 10 perckor kész vagy, azzal a munkával, mire mondjuk 1 órát számolnak föl. Mondjuk 150 eurót, óradíjat. És akkor ugye ezt nézik, és látják, hogy fú, te oda teszed magad, és spórolsz, tehát több munkát csinálsz meg egy adott idő alatt, ezért megkapod az emelést. Tehát én, mint józan paraszt észre, ebbe azt vonom le, hogyha mondjuk egy nap te spórolsz a cégnek, tegyük föl, csak mondok egy számot, 1000 eurót, abból te kapsz mondjuk 200-at, vagy 100-at, tök mindegy mennyit, vagyis azt a pénzt, amit az ügyfél így is úgy is kifizet, arra a munkára, ami nem lett megcsinálva, vagy meg lett nagyon gyorsan, de nem megfelelően, az is szét van osztva. Tehát a maga a műhely tulajdonosa, a dolgozó is jól jár, meg a szerelő is. És az ügyfél meg kifizeti abban a jó hiszembe, hogy igen, márka szervizbe hordom az autót, minden meg van rajta csinálva, precízen megcsinálják, inkább viszem oda, mint hogy egy szakihoz, vagy egy hobbi verkstátba, vagy valaki máshoz. Értitek, hogy mire gondolok? Hát mondom, ilyen nincsen. Mondom, és ez egy márka szerviz. Hát mondom, hát hogy lehet ez? És akkor átcsalódtam ebbe az egészbe, hogy az valami borzasztó. A videó még jó hosszú lett, pedig nem terveztem ilyen hosszúra, csak elfelejtettem, hogy mennyi mindent is el kell, hogy mondjak. Egy órás kajaszünet van, az mondjuk nagyon jó volt. Mondjuk picit hosszúnak éreztem, mert én úgy vagyok vele, hogyha egy munkába belemelegedek, biztos van ilyen köztetek, akkor nem szeretek nagy szünetet vagy szünetet tartani, mert kívülök a ritmusba, újra fel kell venni a ritmust, mint például az autótakarításnál is, ha polírozok, nem tartok óránként szünetet, hanem csinálom, azt veszem észre, hogy este van. De az, hogy nagyobb szünet van, az tök jó, mert a szerelők haza tudtak menni, a dolgozók, a titkárnők, 3 titkárnő volt, igaz, hogy egy áldatlan, egy ügyfél nem jött be egész nap, az eladótér szinte üres, mert 3 autó állt bent, az befért volna, vagy 10,
Nem is értem, hogy minek ülnek ott, de mindegy. Legalább van miből kifizetni őket is, ugye, mert a 2 órás munka meg van fél óra alatt csinálva. És arra az elhatározásra jutottam, egyedül a kajaszünet volt jó. Ja igen, autómosó, gépi mosó, az összes autó össze-vissza van karcolva. Volt olyan ügyfél, a gumicserés, az külön egy cetlit írt a középkonzolra rá, hogy kérlek, ne mossátok le az autót. Értitek? És akkor amellett, hogy össze van taknyolva az autó, mert én ezt inkább taknyolásnak hívom, mint javításnak, vagy szakszerű szervízelésnek, vagy bármi, még fogják, betolják a gépi mosóba, hagyj karcolász össze, még jobban a lakkot a gépi mosó, az kapja vissza az ügyfél. Falcok nincsenek kitörőve, az ablakok nincsenek leablakozva, a belsejek ki van így szippantva, szutykos rongya kitörőve. Hát szó szerint, nem is tudom, hogy túlzás ezt mondani, hogy a hány inger kerülgetett tette, hogy ez működik egy szakszervízbe. Hát hogy? Fú, a mellékhelyiségről nem is beszélve, ami a műhelybe volt. Gondolom, hogy az eladó térbe lehetett valami normálisabb. Tehát borzasztó volt, komolyan. Aztán hál' Istennek vége lett a munkának. Szaladtak oda, hogy na, mikor tudok kezdeni, hogy tetszett? Mondom, minden rendben van. És akkor kérdezik, hogy akkor ez azt jelenti, hogy... Mondom, szeretnék kérni 2 napot, mondom, hogy ezt átgondoljam, ezt a dolgot. Oké, akkor telefonom vagy e-mail címen, amint kaptam a dátumot, hogy mikor van a próbanap, nyugodtan jöhet, jelentkezhetek, és akkor kitaláljuk, hogy kezdjünk, stb. Fogtam magam, összeszedtem az összes cuccomat, azt leléptem. Persze úgy, hogy elköszöntem minden tök normálisan, megköszöntem az idejüket, próbanapot meg stb. Ja, és amit elfelejtettem mondani, megkérdeztem, hogy saját autón lehet-e dolgozni esetleg munka után. Reggel 8-tól 5-ig, délben van egy 1 órás kajaszünet, ugye déltől 1-ig. Amit ugye le kell dolgozni, ezért kell 5-ig dolgozni. Mondom, 5 után esetleg lehet-e, mondom, saját autón, tudom én, lengéscsillapítót, olajat, mit tudom én, ülést, motort, bármit cserélni. Hát, nem igazán örülnek neki. Mondjuk, hogyha tőlük veszem az alkatrészt, mondom, ja, 5-szörös áron, mondom, egy márka szervizbe veszem, mondom, a márka azonos alkatrészeket, azt mondom, akkor kicseréltem a féket, vagy bármit. Mondom, jó van. Mondom, hétvégén esetleg be lehet jönni, maszekolni, vagy bármi. Most nézzetek naívnak, vagy idióta baromnak, hogy azt képzelem, hogy egy műhelybe, attól, hogy az ember műhelybe dolgozik, majd ott nyugodtan maszekolhat, vagy bármi. Én nem hiszem, hogy ez akkora probléma volna, hogyha már ott vagy egy ideje, jó kijössz mindenkivel, főnökséggel normálisan dolgozol, és mondod, hogy figyelj már, Góri, ki szeretném cserélni a Zolikának a kocsiába az olajat, meg a szűrőt, hogy nem esetleg szombaton bejöhetnék, azt kicserélném, az kész. Ennyi. Vagy mondja azt a főnök, hogy figyelj, akkor dobjál ki 20 eurót, és akkor használtad az emelőt, meg mit tudom én. Ennyi. De persze olajat hoz magával a Zolika. Érted? Hát nem, szombat nem jó a szombat, mert ugye kulcs kéne hozzá, de neked úgyse lesz kulcsod, meg nincs bent senki. Egyébként nem volt sehol kamera, egyáltalán se a raktár részlegen, se kívül, sehol nem volt, se a műhelyben, sehol. És gondolom, emiatt sem szeretnék, gondolom, hogy az ember benn legyen egyedül. És mondták, hogy hát nem, meg izé, meg stb. Húzták a szájukat. Mondom, oké, mondom, akkor ez felejtős. És így végül is arra jutottam, arra az eltázásra, hogy nem szeretnék ott dolgozni. Már az első benyomások miatt is, meg ez az egész, ami történt egy nap alatt, és csak egy nap voltam ott, és ennyi mindent láttam, hogy rájöttem, hogy nem. Nem akarok márka szervizben dolgozni. Meg eddig se hordtam márka szervizbe az autómat, meg hagytam ott sehol egy napra, de mondom, ezután az végképp nem. Hát ehhez képest elmondom neked, vagy nektek, hogy amit a fejemben van, volt a márka szervizekről, ehhez képest a Jenő, amit csinál, az szívműtét, steril szívműtét, attól függetlenül, hogy nem kesztyűbe szerel, amit írtatok többen, mert a Jenő az utolsó csavarig mindent kicserél, eltakarít, megcsinál, átellenőrzi a kocsit, mindent megcsinál, azt alig számol föl valamit. Tehát, hát
ahol ezelőtt laktam Ingolstadtba, és jártam egy hobbiverkstattba az oroszokhoz, elmondom nektek, egy fokkal nem volt rosszabb, mint ez. Pedig azt gondoltam, hogy úristen, mondom, hogy néz ki a mosdó, milyenek a szerszámok, nincs szerszám, koszos minden, a levegőcsövek el vannak használva, egy fokkal nem volt rosszabb, elmondom nektek, egy fokkal se. Nem akarok egy márka szervizet sem megbántani, ezt muszáj leszögeznem, nem azért mondom, hogy mindegyik márka szerviz ilyen, szó sincs ilyenről, de az eddigi tapasztalataim alapján, főleg, hogy már Magyarországon is dolgoztam egy nagy olyan márka láncolatnál, akinek nem egy eladó, nem egy márkával foglalkozott a tulajdonos, és ott is láttam, hogy a 2 órás munka 20 perc alatt le volt zavarva, félig kiengedve a használt olaj, félig főtöltve új olajja, kiütve, hogy meg van csinálva. Jó, mondjuk ezt már elmondhatom, ez egy Subaru volt például. Mindegy, márka szerviz, úgyhogy én nem akarok senkit megbántani erről, szó se essen. De egyszerűen muszáj volt kiadnom magamból ezt a dolgot, hogy úgy lesokkolt, hogy borzasztó. Tehát, undorító, ami ott történt. Ugye ezt el akartam nektek mondani, egyik az, hogy voltam próbanapon, a másik, hogy mit tapasztaltam. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti mit gondoltok erről. Van-e tapasztalatotok? És hogy egyszerűen, ha van vélemény, azt nyugodtan írjátok le a komment szekcióba. Egy az, hogy tényleg nagyon érdekel, a másik, hogy pörgetitek az algoritmust egyértelműen, ami jó a tartalomgyártónak. Úgyhogy ennyi volt. Most megyek, fürdök, elmegyek bevásárolni, aztán főzök, alszok, aztán megyek reggel megint dolgozni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt a nagyon hosszú videót. Jó Isten, majdnem egy óra. Tudjátok, hogy milyen? Kívánok nektek gyönyörű szép reggelt, estét, délelőttet, délutánt, hét elejét, hétvégét. Attól függ, hogy ki, mikor néz ezt a videót. Sziasztok!